Bár csak tettem volna egy keveset ellenük, és nem most kéne kifundálnom kémkedésemet. Mindegy. Az embert úgy is elítélik. Próza, ének és hangszeres produkció is elhangzott az idei megemlékezésen. A kommunista diktatúra hatásáról és az egykori áldozatokról 18 éve emlékeznek meg országszerte február 25-én. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt egykori főtitkárát 1947-ben ezen a napon ítélték el és hurcolták el jogtalanul a Szovjetunióba. Baján minden évben más középiskola készül rövid előadással a jeles napon, az idén az MNAMK végzős évfolyama állította össze a műsort. Az előadást követően Vedelek Norbert köszöntötte a vendégeket. Az alpolgármester beszédében felevenítette a történelmi eseményeket, valamint beszámolt az egyes politikai pártok átalakulásáról. A műsort követően a megjelentek átvonultak a déli kertbe, hogy közösen tisztelegjenek az áldozatok előtt. A megtorlásokban, akik áldozatok voltak, egyre kevesebben élnek sajnos. Ezért fontos, hogy a diákok, akik megjelennek, ismerjék meg múltunk fekete foltjait is, amire hát nem feltétlenül büszke az ember, de megtörtént és Magyarország történelmének a része. Fontos, hogy a fiatalok ne csak a tankönyvekben találkozzanak az egyes történelmi korok következményeivel, hangsúlyozták a műsort összeállító pedagógusok. Bár magyar tanár vagyok és nem történelem, a magyar órákon is ugyanolyan fontosnak gondolom ezt a történelmi esemény sorozatnak a megemlítését. Rengeteg vers, irodalmi mű, zene, alkotás szól erről, és a gyerekek csak hallják tévében, médiában, rádióban, de lehet, hogy a felét nem értik. Ezért fontosnak tartom, hogy nem csak történelmi órán, magyar órán is ezeknek a verseknek, műveknek a jelentőségét megbeszéljük. A diákok elmondták, a felkészülés során sok időt szántak arra, hogy megértsék, milyen komoly hatásai voltak a diktatúrának. Egyrészt, hogy ne merüljön feledésbe ezek a történelmi események, aminek ugye hatalmas jelentőséget tulajdonítunk. Másrészt ugye nagy potenciál van benne, hogy tanulságot vonunk le valójában a történtekről. A rendezvény szervezői kiemelték, közel 100 millió főre tehető a kommunizmus áldozatainak száma a világban, akikről minden évben meg kell emlékezni.